Nézzük meg, milyen hatással van rá. Ez nagyon mókás, amikor a medve itt reppel, itt megy a hátán. Majd jön a rémálom. Egy maszkó bekukózott! A héten mutatták be a Kokain medve című filmet. Kokain medve. Ami bár fiktív történet, valós eseményen alapul. 1985-ben Kentuckyban holtan találtak egy medvét, ami mellett kokain maradékok hevertek a földön. Kiderült, hogy a mellette heverő zacskó korábban 31 kiló kokain tartalmazott, nem is akármilyet, Pablo Escobar szállítmányából. Így lett a medve Escobar. Megmutattuk Zahár Gábornak a film előzetesét, kíváncsiak voltunk, mennyire tartja reálisnak a sztorit. Azt kell, hogy mondjam, valóságtól teljesen elrugaszkodott a történet. Ha gondoljunk bele, mondjuk ez nagyjából egy 300 kilós medve lehet. És ugye ő megeszik egy téglányi kokaint, a téglányi kokain az körülbelül fél kiló lehet. Na most azt tudni kell, hogy az a kokain, amit ugye csempészéskor használnak, az nem az utcai tisztaságú, az valószínűleg ilyen 99%-os kokain, ami annyit jelent, hogy ha ő ebből megeszik egy fél kilónyit, meghal. Pont. Több millió dollárnyi kokain hullott le az égből ma reggel a Tennessee állambeli Knoxville-ben. Ugye azok a klasszikus kokaincsempészek, akik most már viszonylag kevesen vannak, régebben még ugye, akik a saját testükbe hordozták ugye a kokaint, nekünk volt egy-két olyan esetünk, amikor kiszakadt egy ilyen kapszula. Most az a kapszula, az nagyjából akkora, mint egy ilyen burgonya krokett, amiben körülbelül olyan 10-12 gramnyi tiszta kokain fér bele egy 80-90 kilós ember számára, és ez a halálos adagnak tulajdonképpen a többszörösét jelenti. Szóval szegény Maci, hogy túlélje ezt a történetet, erre gyakorlatilag 0% esélye volt. Viszont maga a sztori az tök jól bemutatta a kokainnak ugye azokat a klinikai tüneteit, amit ha nem is így túladagoláskor, de kvázi normál használat során bemutatnak, ugye a felhevült szexuális életet, ugye, ahogy ott a Maci ott a fával próbálkozik. A karamázlink van a természetben. A vadságot, a pszichotikus állapotot, az erőszakot, és a maszkó elindul. Basszus! És milyen jót hagyta a kisfiút, mert a másik helyről megérezte a cuccot. Én azt gondolom, hogy ennek van némi nevelőhatása, amellett, hogy ez egy horror végjáték, szóval ez azért nem az a klasszikus ülök a moziba és összeszarom magam című történet, mert úgy sejthető, hogy időnként hogy előjön egy mancs, előjön ugye a medve és megvadul, szóval ezt nem lehet komolyan venni, az a szerencse. Az emberek nem úgy fognak kijönni ebből, hogy Jézusom lesápadva, ezért teljesen ilyen kimerült állapotban, hanem jót röhögve. Viszont benne van egy-két hasznos mondat, például ugye, amit itt a kisfiúnak is mondok, hogy a kokain az nagyon-nagyon veszélyes. Igen, mint ahogy a mellékelt ábra is mutatja, okozhat valójában ilyeneket is.